Hare Krishna, folytatjuk a Srimad Bhagavatam 4. énekének felolvasását. Elérkeztünk a 18. fejezethez, melynek címe Prithu Mahārāja megfeji a Föld bolygót. Om Namo Bhagavate Vásudevāja, Om Namo Bhagavate Vásudevāja, Om Namo Bhagavate Vásudevāja. 18. fejezet, Prithu Mahārāja megfeji a Föld bolygót. Először a versek, után a versek és magyarázatok. A nagy bölcs Maitréja tovább beszélt Vidurához. Kedves Vidurám, amikor a földbolygó befejezte imáit, Prithu király még mindig nem békélt meg, s ajka remegett bősz dühében. Noha a föld rémült volt, eltökélten így szólt, hogy meggyőzze a királyt. Kedves uram, kérlek csillapítsd le dühödet, s hallgass türelmesen, amit mondok neked. Kérlek figyelj most rám. Lehet, hogy nagyon szegény vagyok, de egy okos ember bárkitől elfogadja a tudás lényegét, ahogyan a méh is minden virágra rászáll, hogy mézet gyűjtsön. A nagy látnokok és bölcsek, hogy az emberi társadalmat áldásukban részesítsék, mind ebben, mind a következő életben, számtalan folyamatot írtak elő, melyek az emberek jólétéhez vezetnek. Aki követi azokat az elveket és utasításokat, amelyeket a múlt nagy bölcsei adtak, az a mindennapi életben is alkalmazni tudja ezeket az útmutatásokat. Az ilyen ember nagyon könnyen élvezheti az életet és annak örömeit. Az az ostoba ember, aki az elmebeli spekuláció segítségével saját utakat és eszközöket talál ki, s nem ismeri el a bölcsek tekintélyét, akik kifogástalan utasításokat adtak, az újra és újra kudarcot vall törekvéseiben. Kedves királyom, azokat a magvakat, gyökereket, növényeket és a gabonaféléket, melyeket az Úr Brahmá teremtett hajdanán, most az abakták használják, akik nem rendelkeznek semmiféle lelki megértéssel. Kedves királyom, azon kívül, hogy az abakták használják a gabonát és a növényeket, én magam sem részesülök kellő gondoskodásban. Nem törődnek velem azok a királyok sem, akik nem büntetik meg az efféle gazembereket, akik mind tolvajok, mert a gabonát az érzékkielégítésükre használják. Ezért aztán elrejtettem a magokat, amelyek arra szolgálnak, hogy áldozatokat mutassanak be velük. Oly hosszú ideig tartottam magamban a gabonaszemeket, hogy bizonyára valamennyi haszna vehetetlenné vált. Gondoskodj hát róla azonnal, hogy kivegyék-e magvakat a megfelelő folyamat segítségével, melyet az ácsárják vagy a sásztrák javasolnak. Ó, nagy hős, élőlények védelmezője! Ha enyhíteni akarsz az élőlények szenvedésén azzal, hogy elegendő gabonát adsz nekik, s ha az én tejemmel akarod táplálni őket, hozass ide egy bogyót, aki megfelel a célnak, egy sajtárt, amelybe a tejet önthetjük, valamint egy embert, aki megfej. Nagy szeretettel pillantok majd borjamra, s így teljesülhet vágyat, hogy tejet fej belőlem. Kedves királyom, hadd mondjam el neked, hogy síksággá kell alakítanod a bolygó egész felszínét. Ez még akkor is segíteni fog rajtam, amikor véget ér az esős évszak. Az eső Indra király kegyéből hullik. A felszínen marad majd, mindig nedvesen tartva a talajt, és ez nagy áldás, bármit is termeljenek rajta. A király meghallgatta a földbolygó bíztató és kedves szavait, és megfogadta, amit mondott. Svajambhuva Manut borjúvá változtatta, s tehén alakban megjelent földből növényeket és gabonát fejt, mindent két tenyerében tartva. Mások, akik épp olyan okosak voltak, mint Prithu király, szintén kivonták a lényeget a földbolygóból. Valójában mindenki kihasználta ezt a lehetőséget arra, hogy Prithu király nyomdokaiba lépjen és megkapja a földtől mindazt, amit kívánt. A nagy bölcsek Brihaspatit változtatták borjúvá, míg az érzékekből sajtárt csináltak, svédikus tudást fejtek, hogy megtisztítsák a szavakat, az elmét és a hallást. A félistenek Indrát, a mennyek királyát változtatták borjúvá, s a földből somaitalt, nektárt fejtek. Hatalmas elmebeli és testi erőre tettek szert ezzel, és érzékeik is rendkívül erősek lettek. Díti fiai és a démonok az Asura családba született Prahlād Mahārāját változtatták borjúvá, és különféle borokat és söröket fejtek, amelyeket egy vas serlegbe öntöttek. A Gandharva-loka és Apsaraloka lakói Visva Vásút változtatták borjúvá, s egy lótuszvirág edénybe fejtek tejet. A tej a kellemes zene művészete és a szépség alakját öltötte fel. A Pitṛ-loka szerencsés lakói, akik a temetési szertartások fölött uralkodnak, Aryamát változtatták borjúvá. Nagy hittel kavját, ősatyáknak felajánlott ételt fejtek egy égetetlen agyagedénybe. Ezek után Siddhaloka és Vidyadhara-loka lakói Kapilát, a nagy bölcset változtatták borjúvá, az egész eget egy edényé varázsolva misztikus jóga képességeket fejtek, amelyek az animával kezdődnek. A Vidyadhara-loka lakói szertettek arra a tudományra is, hogy az égen repüljenek. Mások, a Kimpurusa-lokának nevezett bolygó lakói maja démont változtatták borjúvá, olyan misztikus erőt fejtek, amely képessé teszi az embert arra, hogy egy pillanat alatt eltűnjön szem elől, majd újra megjelenjen egy másik formában. A jaksák, a ráksaszák, a szellemek és boszorkányok, akik húst tesznek, az úr Síva Rudra inkarnációját, Bhutanathát változtatták borjúvá. Vérből készült italokat fejtek, s valamennyit egy koponyából készült edénybe öntötték. Ezek után a kobrák és a csúkja nélküli kígyók, az óriás kígyók, a skorpiók és a többi mérgező állat saját tejükként mérget fejtek a föld bolygóból, és ezt a mérget kígyólyukakban tartották. Ők taksakát változtatták borjúvá. Na. A tehenek és a többi négylábú állat az úr Sívát szállító bikát változtatták borjúvá, és az erdőből csináltak sajtárt. Friss zöld füvet kaphattak így táplálékul. A vadon állatai, köztük a tigrisek, az oroszlánt tették borjúvá, s így húst kaptak tejként. A madarak garudából csináltak borjat, s mozgó rovarok, mozdulatlan növények és füvek formájában kaptak tejet a földbolygótól. A fák a bannyanfát tették meg borjúvá, s így ízletes nedvek formájában kaptak tejet. A hegyek a Himalájából csináltak borjat, és különféle ásványokat fejtek a hegyek csúcsából készült sajtárukba. A földbolygó mindenkit ellátott saját eledelével, s Prithu király idejében teljesen az uralkodó irányítása alatt állt. Lakói mind megkapták élelmüket, amikor létrehozták a különféle borjakat, és saját tejüket saját sajtáraikba öntötték. Kedves Vidurám, Kuruk vezére! Prithu király és mindazok, akik táplálékon élnek, megteremtették a különféle borjakat, és a tehenet megfejve megkapták saját táplálékokat, amelyeket a tej jelképezett. Prithu király nagyon elégedett volt a földbolygóval, amiért minden élőlénynek megfelelő táplálékot adott. Szeretet ébredt benne iránta, mintha a saját leánya lenne. Ezek után a királyok királya Prithu Mahārāja íjának erejével szétzúzta a hegyeket és elsimított minden kiemelkedést a föld felszínén. Kegyéből a földgolyó felszíne szinte teljesen síksággá alakult. Prithu király az országban mindenkivel úgy bánt, mintha apja lenne. Mindenki láthatta, hogy gondoskodik róluk, s megfelelő elfoglaltságot biztosít számukra a létfenntartáshoz. Miután elsimította a föld felszínét, kívánságuk szerint területeket jelölt ki rajta, ahol élhettek. A király falvakat, tanyákat és városokat alapított, erődöket épített, hajlékokat a tehénpásztorok számára, istállókat az állatoknak, valamint helyet teremtett a királyi táboroknak, bányáknak, mezőgazdasági városoknak és hegyi településeknek is. Prithu király uralkodása előtt nem tervezték még a városokat, falvak, legelők és más települések elrendezését. Minden szétszórva helyezkedett el, és mindenki saját kénye kedvére épített hajlékot magának. Prithu király idejétől fogva azonban már tervek alapján alapítanak városokat és falvakat. XVIII. fejezet. Prithu Mahārāja megfeji a földbolygót. Első vers. A nagy bölcs Maitréja tovább beszélt Vidurához. Kedves Vidurám, amikor a földbolygó befejezte imáit, Prithu király még mindig nem békélt meg, s ajka remegett bősz dühében. Noha a föld rémült volt, eltökélten így szólt, hogy meggyőzze a királyt. Második vers. Kedves uram, kérlek csillapítsd le dühödet, s hallgass türelmesen, amit mondok neked. Kérlek figyelj most rám. Lehet, hogy nagyon szegény vagyok, de egy okos ember bárkitől elfogadja a tudás lényegét, ahogyan a méh is minden virágra rászáll, hogy mézet gyűjtsön. Harmadik vers. A nagy látnokok és bölcsek, hogy az emberi társadalmat áldásukban részesítsék mind ebben, mind a következő életben, számtalan folyamatot írtak elő, melyek az emberek jólétéhez vezetnek. Magyarázat. A védikus civilizáció azt a tökéletes tudást használja fel, amit a védák, a nagybölcsek és a brámonák tanítanak az egész emberi társadalom érdekében. A védikus utasításokat Śrutinak nevezik, azokat a kiegészítéseket pedig, amelyeket a nagybölcsek fűztek ezekhez az elvekhez, Smritinek hívják. A nagybölcsek mind követik a védikus utasítások elveit. Az emberi társadalomnak élnie kell mind a Śruti, mind pedig a Smriti utasításai nyújtotta lehetőségekkel. Ha valaki fejlődni akar a lelki életben, el kell fogadnia ezeket a parancsokat, és be kell tartania az elveket. A Bhakti Rasamrita Sindhuban Srila Rupa Goswami azt mondja, hogy ha valaki úgy viselkedik, mintha a lelki élet fejlett szintjén állna, ám nem a Śrutik és a Smritik alapján cselekszik, csak zavart okoz a társadalomban. Nem csak a lelki életben, de az anyagi létben is a Śrutiknak és a Smritikben lefektetett elveket kell követni. De az anyagi létben is a Śrutikban és a Smritikben lefektetett elveket kell követnünk. Az emberi társadalomban a Manu Smritit szintén követni kell, mert ezeket a törvényeket Manu, az emberiség atya alkotta meg. A Manu Smriti kijelenti, hogy egy nőnek nem szabad függetlenséget adnunk. Apja, férje és idősebb fiai kell, hogy védelmezzék. Minden körülmények között valakinek a felügyelete alatt kell állnia. Manapság a nők a férfiakhoz hasonlóan teljes függetlenséget kapnak, valójában azonban láthatjuk, hogy az efféle független nők nem boldogabbak, mint azok, akik valaki más gondjaira vannak bízva. Ha az emberek követik a nagy bölcsek, a Śrutik és a Smritik utasításait, akkor valóban boldogok lehetnek mind ebben az életben, mind pedig a következőben. Sajnos azonban a gazemberek számtalan módszert és utat találnak ki a boldogság elérése érdekében. Mindenki kitalál valami folyamatot. Az emberi társadalom élete miatt letért az előírt utakról, mind anyagi, mind lelki szempontból, és ennek az az eredménye, hogy az emberek zavarodottak, s nincs többé sem béke, sem boldogság a világon. Noha az Egyesült Nemzetek Szövetségében arra törekszenek, hogy megoldják az emberi társadalom problémáit, mégis tévúton járnak. Nem követik a védák felszabadult utasításait, ezért boldogtalanok. A vers két fontos szava az aszmin és az amusmin. Az aszmin jelentése ebben az életben, az amusminé pedig a következő életben. Sajnos jelen korunkban még a rangos professzorok és művelt emberek is azt hiszik, hogy nincs következő élet, és hogy ezzel az élettel mindennek vége szakad. Gazemberek és ostobák mind. Milyen tanácsot adhatnának? Mégis bölcs tudósoknak és professzoroknak tartják őket. Ebben a versben az amusmin szó nagyon egyértelmű, mindenkinek kötelessége oly módon alakítani az életét, hogy abból haszna származzon a következő életben. Ahogy egy gyermeket azért tanítatnak, hogy később boldog legyen, úgy az embereknek ebben az életében úgy kell tanulnia, hogy halála után egy örök és gazdag élet várjon rá. Fontos ezért, hogy az emberek kövessék a Śrutikban és a Smritikben leírtakat, s így biztosan sikerre vigyék emberi küldetésüket. Negyedik vers. Aki követi azokat az elveket és utasításokat, amelyeket a múlt nagy bölcsei adtak, az a mindennapi életben is alkalmazni tudja ezeket az útmutatásokat. Az ilyen ember nagyon könnyen élvezheti az életet és annak örömeit. Magyarázat. A védák elvei, Mahajano Jena Gatah Sapantah, arra ösztönöznek bennünket, hogy kövessük a nagy felszabadult lelkek nyomdokait. Így módon mind ebben, mind a következő életben áldásban részesülhetünk, és az anyagi életben is előreléphetünk. A múltban élt nagy bölcsök és szentek útmutatását követve nagyon könnyen megérthetjük az élet célját. Az avarach szó, aminek jelentése tapasztalatlan, nagyon fontos ebben a versben. Minden feltételekhez kötött lélek tapasztalatlan. Mindenki abodha jata. Született ostoba és gazember. Korunkban a demokratikus kormányokban a legkülönfélébb ostobák és gazemberek hoznak döntéseket. De mi az, amit tehetnek? Mi az eredménye a törvényhozásuknak? Ma törvénybe iktatnak valamit csak azért, hogy holnap személyesen eltöröljék. Az egyik politikai párt egy bizonyos célra használja az országot, ám a következő pillanatban egy másik politikai párt egy másfajta kormányt alakít és megsemmisít minden addigi törvényt és szabályt. Ez a rágni a megrágottat folyamat punah-punás csárvita-csárvanánam sohasem fogja boldoggá tenni az emberi társadalmat. Ahhoz, hogy az egész emberi társadalom boldog és gazdag legyen, el kell fogadnunk a felszabadult lelkek által előírt módszereket. 5. vers. Az az ostoba ember, aki az elmebeli spekuláció segítségével saját utakat és eszközöket talál ki, és nem ismeri el a bölcsek tekintélyét, akik kifogástalan utasításokat adtak, az újra és újra kudarcot vall törekvéseiben. Magyarázat. Mostanában divattá vált nem engedelmeskedni az elmúlt korok álcsárjái és felszabadult lelkei megdönthetetlen utasításainak. Jelenleg az emberek olyan elesettek, hogy nem tudnak különbséget tenni egy felszabadult és egy feltételekhez kötött lélek között. A feltételekhez kötött lelket 4 hiányosság akadályozza. Biztos, hogy hibákat követel, biztos, hogy illúzióban van, hajlamos arra, hogy becsapjon másokat, és érzékei tökéletlenek. Ebből következik, hogy a felszabadult lelkek útmutatását kell elfogadnunk. Ez a Kṛṣṇa tudatos mozgalom közvetlen az Istenség legfelsőbb személyiségétől kapja az utasításokat, olyan személyeken keresztül, akik szigorúan követik az ő utasításait. Lehet, hogy egy követő nem felszabadult lélek, de ha a legfelsőbb felszabadult Istenség személyiségét követi, cselekedetei természetes módon megtisztulnak az anyagi természet szennyeződéseitől. Az Úr Csétanja ezért így szólt. Az én utasításomra lelki tanítómesterek lehettek. Bárkiből azonnal lelki tanítómester válhat, ha teljes hite van az Istenség legfelsőbb személyiségének transzcendentális szavaiban, és követi az utasításait. A materialista embereket nem érdekli, hogy egy felszabadult lélek útmutatása alapján cselekedjenek, ám annál többet törődnek saját kitalációikkal, amelyeket követve minden igyekezetük újra és újra hiába valónak bizonyul. Napjainkban az egész világ a feltételekhez kötött lelkek tökéletlen utasításait követi, ezért az emberiség teljes zavarodottságban él. 6. vers. Kedves királyom! Azokat a magvakat, gyökereket, növényeket és gabonaféléket, melyeket az Úr Brahmán teremtett hajdanán, most az abakták használják, akik nem rendelkeznek semmiféle lelki megértéssel. Magyarázat. Az Úr Brahmá ezt az anyagi világot azért hozta létre, hogy az élőlények használják, ám a terv, amiért megteremtette, nem más, mint hogy az élőlények, akik azért jöttek ide, hogy uralkodjanak a világ fölött, és az érzékielégítésükre használják, a védákból megkapják az Úr Brahmá utasításait, hogy végül elhagyhassák ezt az anyagi világot, és hazatérhessenek vissza Istenhez. Minden, ami a földön terem és él, minden gyümölcs, virág, fa, gabona, állat és állati termék, azért jött létre, hogy olyan áldozatokban ajánlják fel, melyek elégedetté teszik az Istenség legfelsőbb személyiségét, Viṣṇut. A tehén alakjában megjelent földbolygó azonban azt mondja, hogy mindezeket most az abakták használják, akik nem törekszenek a lelki megértésre. Noha a földben határtalan erő rejlik, hogy gabonát, gyümölcsöket és virágokat teremjen, ezt maga a föld akadályozza meg, ha azok az abakták, akiknek nincs lelki céljuk, rosszul használják fel a terményeket. Minden az Istenség legfelsőbb személyiségéé, és mindent az ő elégedettsége érdekében kell használni, és nem szabad az élőlények érzékeiket kielégíteni velük. Ez az anyagi természet számára kiszabott terv, melyet az anyagi természet működése valóra válthat. Ebben a versben az ászád-bihi és az ád-rita-vrátah szó fontosak. Az ászád-bihi szó az abaktákra utal. Az abaktákat a Bhagavad Gita duskrináknak, gonosztevőknek, mutháknak, szamaraknak vagy ostobáknak, naráthamáknak, az emberiség legaljának, és májajapa prita gyánának nevezi, akik az illuzórikus energia hatására elvesztették tudásukat. Az ilyen emberek Aszatok, abakták. Az abaktákat grihavratáknak is hívják, míg a baktákat dritavratáknak nevezik. A védák célja az, hogy a félrevezetett feltételekhez kötött lelkeket, akik azért jöttek, hogy uralkodjanak az anyagi természet felett, olyan nevelésben részesítse, hogy dritavratákká váljanak. Ez annyit jelent, hogy fogadalmat kell tenniük, csak is a legfelsőbb úr érzékeit elégedetté téve elégíti ki az érzékeiket. Azaz élvezik az anyagi életet. Azokat a cselekedeteket, amelyeket a legfelsőbb úr Kṛṣṇa érzékeinek elégedettségére törekszenek, Kṛṣṇārte kilā cestának nevezik. Ez arra utal, hogy bármilyen munkát végez az ember, azért kell dolgoznia, hogy örömet okozzon Kṛṣṇának. Erről a Bhagavad Gita Jagyárthát karmaként ír. A Jagya szó az Úr Viṣṇura utal. Csak is az ő elégedettsége érdekében szabad dolgoznunk. A modern időkben azonban a Kali-jugában az emberek teljesen megfeledkeztek Viṣṇuról, és minden saját érzékkielégítésük reményében tesznek. Az ilyen emberek lassanként elszegényednek, hiszen nem használhatják saját érzékkielégítésükre mindazt, amit a legfelsőbb úrnak kellene élveznie. Ha így folytatják, az országra nyomorúság köszönt, s nem terem majd gabona és gyümölcs, nem nő virág. A Bhagavatam a 12. énekben valóban arról ír, hogy a Kali-júga végén az emberek olyannyira szennyezettek lesznek, hogy nem lesz többé sem gabona, sem búza, sem cukornád, sem tej. 7. vers. Kedves királyom, azon kívül, hogy az abakták használják a gabonát és a növényeket, én magam sem részesülök kellő gondoskodásban. Nem törődnek velem azok a királyok sem, akik nem büntetik meg az efféle gazembereket, akik mind tolvajok, mert a gabonát az érzékkielégítésükre használják. Ezért aztán elrejtettem a magokat, amelyek arra szolgálnak, hogy áldozatokat mutassanak be velük. Magyarázat. Napjainkban éppen az történik, ami Prithu Mahārāja és apja Vela király idejében bekövetkezett. Nagy mennyiségben akarnak termelni tömeges ipari és mezőgazdasági termékeket, de mivel valamennyit az érzékkielégítésre szánják, e termelékenység ellenére ínség van, hiszen a világ tolvajokkal van teli. A kori búte szó azt jelzi, hogy a népesség tolvajlásra adta magát. A védikus megértés szerint az emberek akkor válnak tolvajokká, amikor az érzékkielégítésük érdekében vágynak az anyagi gyarapodásra. A Bhagavad Gita azt is elmagyarázza, hogy ha valaki úgy eszik gabonát, hogy nem ajánlja fel az Istenség legfelsőbb személyiségének, Jagjának, akkor tolvaj, és rászolgált a büntetésre. A lelki kommunizmus szerint a Föld felszínén minden az Istenség legfelsőbb személyiségéhez tartozik. Az embereknek csak azután van joguk felhasználni a terményeket, miután felajánlották őket az Istenség legfelsőbb személyiségének. Ez a praszáda fogyasztásának folyamata. Ha valaki nem praszádát eszik, kétségtelenül tolvaj. A kormány elnökeinek és a királyoknak kötelességük, hogy megbüntessék az ilyen tolvajokat, és megfelelően gondoskodjanak a világról. Ha nem ez történik, nem terem többé gabona, és az emberek éhezni fognak. Valójában azon kívül, hogy az emberek arra kényszerülnek majd, hogy kevesebbet egyenek, meg is fogják ölni egymást, és megeszik egymás húsát. Már most láthatjuk, hogy megölik az állatokat a húsukért, és amikor nem lesz több gabona, zöldség és gyümölcs, akkor saját fiaikat és apáikat fogják megölni, és az ő húsukat eszik majd meg, hogy életben maradjanak. 8. vers. Oly hosszú ideig tartottam magamban a gabonaszemeket, hogy bizonyára valamennyi haszna vehetetlenné vált. Gondoskodj hát róla azonnal, hogy kivegyék a magvakat a megfelelő folyamat segítségével, melyet az ácsárják vagy a sásztrák javasolnak. Magyarázat. Amikor nincs elegendő gabona, a kormánynak a sásztrákban előírt és az ácsárják által jóváhagyott folyamatokat kell követnie, melynek következtében kellő mennyiségű gabona terem majd, és megszűnik az élelmiszer hiány és az éhínség. A Bhagavad Gita azt javasolja, hogy mutassuk be Yajñát, áldozatokat. A Jagya bemutatásának eredményeképpen elegendő felhő gyűlik össze az égen, és ha van elég felhő, akkor elegendő eső is hullik. Így lehet gondoskodni a mezőgazdasági termelésről. Ha elegendő gabonaterem, az emberek gabonát esznek, akárcsak az állatok, a tehenek, a kecskék és a többi háziállat, akik emellett füvet is legelnek. Ezen elrendezésnek megfelelően az emberi lényeknek végre kell hajtaniuk a sásztrákban javasolt áldozatokat, és ha így tesznek, nem fognak többé szenvedni az élelemhiánytól. A Kali-jugában az egyetlen javasolt áldozat a Sankirtan Jagya. Ez hol Jagnyának, mondom, hol Jagjának. Bocsánat. Tehát Sankirtan Jagya, vagy Jagnya. Mind a kettő helyes egyébként. Bocsánat, hogyha így mondom, hol úgy. Ebben a versben két jelentős szóval találkozunk. Jogena, a jóváhagyott folyamat által, és Dristena, ahogyan az egykori ácsárják mutatták. Aki azt gondolja, hogy modern gépek, például traktorok segítségével gabonát lehet termeszteni, az téved. Ha valaki elmegy egy sivatagba, ott még akkor sem lesz képes gabonát termeszteni, ha traktort használ. Sokféle eszközt alkalmazhatunk, de tudnunk kell, hogy ha nem mutatunk be áldozatokat, a Föld bolygó többé nem ad gabonát. A Föld már elmagyarázta, hogy mivel az abakták élvezték a termést, visszatartotta a gabonamagvakat az áldozatok bemutatásához. Az ateisták természetesen nem hisznek a gabonatermesztés lelki folyamatában, de akár hiszik, akár nem, tény, hogy nem tudunk a magunk erejéből mechanikus úton gabonát termeszteni. A jóváhagyott folyamatról a sászrák azt írják, hogy az intelligens emberek ebben a korszakban a Sankirtan mozgalomhoz csatlakoznak, és az Istenség legfelsőbb személyiségét, az Úr Csétanyját fogják imádni, akinek a teste aranyszínű, akit mindig bensőséges baktái vesznek körül, és így hirdeti e Kṛṣṇa tudatos mozgalmat szerte a világon. Jelenlegi helyzetében a világot csak a Sankirtan, a Kṛṣṇa tudatos mozgalom bevezetése mentheti meg. Ahogyan az előző versből megtudtuk, aki nem Kṛṣṇa tudatos, azt tolvajnak tekinthetjük. Legyen anyagi szempontból bármilyen rangos is egy tolvaj, nem kerülhet kényelmes körülmények közé. A tolvaj, s büntetést érdemel. Az emberek amiatt, hogy nem Kṛṣṇa tudatosak, tolvajok lettek, ezért az anyagi természet törvényei megbüntetik őket. Ezt senki sem akadályozhatja meg, még a számtalan segélyezési alap és emberbaráti intézmény létrehozásával sem. Amíg a világon az emberek nem kezdik el a Kṛṣṇa tudat gyakorlását, addig élelemhiány és tengernyi szenvedés vár rájuk. 9. és 10. vers. Ó, nagy hős, élőlények védelmezője! Ha enyhíteni akarsz az élőlények szenvedésén azzal, hogy elegendő gabonát adsz nekik, s ha az én tejemmel akarod táplálni őket, hozass ide egy borjút, aki megfelel a célnak, egy sajtárt, amelybe a tejet önthetjük, valamint egy embert, aki megfej. Nagy szeretettel pillantok majd borjamra, s így teljesülhet vágyad, hogy tejet fej belőlem. Magyarázat. Ez a vers jó tanácsokat ad a tehén fejéssel kapcsolatban. A tehének először is kell, hogy legyen egy borja, hogy a borjú iránti szeretetéből önként elegendő tejet adjon. Szükség van egy ügyes fejőlegényre is, valamint egy megfelelő sajttárra, amiben a tejet lehet tartani. Ahogy a tehén nem tud elegendő tejet adni, ha nincs mellette szeretett borja, úgy a Föld sem tud eleget teremni, ha nem érez szeretetet azok iránt, akik Kṛṣṇa tudatosak. Noha az, hogy a Föld egy tehén formáját öltötte fel, jelképesnek is tekinthetjük, a jelentése itt nagyon egyértelmű. Ahogyan a tehén tejet ad borjának, úgy a Föld is biztosítja a táplálékot minden élőlény, vadállatok, madarak, méhek, csúszómászok és vízilények számára, ha az emberek nem asszatok. Adrita vraták, ahogyan korábban elmondtuk. Amikor az emberi társadalom asszattá, istentagadóvá válik, azaz nem Kṛṣṇa tudatos, az egész világ szenved. Az emberi lények megfelelően viselkednek, az állatok is elegendő táplálékot kapnak és boldogok lesznek. Az istentagadó ember, aki nem tudja, hogy kötelessége védelmezni és táplálni az állatokat, megöli őket, hogy húsukkal pótolja a nem elegendő gabonát. Így aztán senki sem elégedett, és ez az oka a világ jelenlegi helyzetének. 11. vers. Kedves királyom, hadd mondjam el neked, hogy síksággá kell alakítanod a bolygó egész felszínét. Ez még akkor is segíteni fog rajtam, amikor véget ér az esős évszak. Az eső Indra király kegyéből hullik. A felszínen marad majd, mindig nedvesen tartva a talajt, és ez nagy áldás, bármit is termelnek rajta. Magyarázat. A mennyei bolygó királya Indra felelős a villámokért és az esőzésért. A villámokat általában a hegycsúcsokra szórja, hogy darabokra törje azokat. Ezek a darabok idővel szétszóródnak, és a Föld felszíne lassanként alkalmassá válik a művelésre. A sík terület különösen kedvez a gabonatermesztésnek, ezért a földbolygó arra kérte Prithu Mahārāját, simítsa el felszínét, törje össze a felsíkokat és a hegyeket. 12. vers. A király meghallgatta a földbolygó bíztató és kedves szavait, és megfogadta, amit mondott. Szvajambuva Manut bórjúvá változtatta, és a tehén alakban megjelent földből növényeket és gabonát fejt, mindent két tenyerében tartva. 13. vers. Mások, akik épp olyan okosak voltak, mint Prithu király, szintén kivonták a lényeget a földbolygóból. Valójában mindenki kihasználta ezt a lehetőséget arra, hogy Prithu király nyomdokaiba lépjen és megkapja a földtől mindazt, amit kívánt. Magyarázat. A földet Vasundarának is nevezik. Vasu szó gazdagságot jelent, a dará jelentése pedig aki tart. A föld élőlényei megadják mindazt, amire az emberi lényeknek szükségük van, és a megfelelő módszerekkel minden élőlény előteremthető a földből. A földbolygó azt tanácsolta, és Prithu királya szavait megfogadva így is cselekedett, hogy mindent, amit elvesz a földtől, akár a bányákból, akár a talajból, akár a légkörből, azt az Istenség legfelsőbb személyisége tulajdonának kell tekintenie, és Jagjának, az Úr Viṣṇunak kell adnia. Amint az emberek nem végeznek többé Jagját, a föld visszatart mindent. Zöldségeket, fákat, gyümölcsöket, virágokat, minden más teremtményt és ásványt. A Bhagavad Gita megerősíti, hogy a Jagya a teremtés kezdete óta létezik. A Jagya rendszeres végzése, a kincsek egyenlő elosztása és az érzékkielégítés korlátozása eredményeképpen az egész világon béke és gazdagság honol majd. Ahogyan azt már említettük, ebben a kalikorszakban a Sankirtan Jagya egyszerű gyakorlatát kell bevezetni minden faluban és városban. Fesztiválokat kell rendezni, amint azt a Kṛṣṇa tudat nemzetközi szervezete elkezdte. Az intelligens embereknek saját példájukkal kell bátorítaniuk a Sankirtan Jagya végzését. Ez annyit jelent, hogy kövessék a lemondás útját, tartózkodjanak a tiltott szexuális élettől, a húsevéstől, a szerencsejátéktól, valamint az alkoholtól és a kábítószerektől. Ha az intelligens emberek, a társadalom brámanái követnék ezt szabályozó elveket, a világ jelenlegi kaotikus arculata kétségtelenül megváltozna, az emberek pedig boldogságban és jólétben élhetnének. 14. vers. A nagy bölcsek Brihaspatit változtatták borjúvá, még az érzékekből sajtárt csináltak, svédikus tudást fejtek, hogy megtisztítsák a szavakat, az elmét és a hallást. Magyarázat. Brihaspati a mennyei bolygók papja. A védikus tudást a nagy bölcsek, nem csak ezen a bolygón, hanem mindenhol az univerzumban, Brihaspatitól kapták, aki logikus elrendezésben adta át nekik, hogy az emberi társadalom javára fordítsák. A védikus tudás tehát nem az emberi társadalom egyik alapvető szükséglete. Az emberi társadalom nem élhet kellő bőségben, ha megelégszik csupán azzal, hogy elfogadja a gabonát és a test fenntartásához szükséges többi terményt a földtől. Az emberiségnek táplálnia kell az elmét, a fület és a beszédet, a hangvibrációt is. Ami a transzcendentális hangvibrációt illeti, minden védikus tudás lényege a Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ha a Kali-jugában az emberek rendszeresen éneklik és hallják ezt a védikus Mahamantrát, a Śravanam Kirtanam odaadó folyamata segítségével, az megtisztítja majd az egész társadalmat, és az emberiség anyagi és lelki téren egyaránt boldog lehet. 15. vers. A félistenek Indrát, a mennyek királyát változtatták borjúvá, és a földből soma, italt, nektárt fejtek. Hatalmas elmebeli és testi erőre tettek szert ezzel, és érzékeik is rendkívül erősek lettek. Magyarázat. A versben előforduló soma szó nektárt jelent. A soma vagy szoma, lehet, hogy szoma. A szoma egyfajta ital, amelyet a mennyei bolygókon, a felső bolygórendszerekben készítenek a holtól kezdve egészen a félistenek királyságáig. A szoma ital rendkívül erőssé teszi a félistenek elméjét, fokozza érzékképességüket és testük erejét. A hirán májéna patréna szavak arra utalnak, hogy ez a szoma ital nem egy közönséges részegítő likör, a félistenek sohasem innának ilyet, és nem is valamiféle kábítószer. Ez egy másféle ital, amelyhez a mennyei bolygókon lehet hozzájutni. A szoma teljesen különbözik azoktól a szeszes italoktól, amelyeket a démonikus emberek készítenek, ahogyan azt a következő versből megtudjuk. 16. vers. Díti fiai és a démonok az Asura családban született Prahlād Mahārāját változtatták borjúvá, és különféle borokat és söröket fejtek, amelyeket egy vas serlegbe öntöttek. Magyarázat. A démonoknak is megvannak a maguk italai, borok és sörök formájában, ahogy a félistenek a szoma raszával oltják szomjukat. A dítitől született démonok nagy örömüket lelik a bor és sör fogyasztásában, és a démonikus természetű emberek még ma is nagyon ragaszkodnak az efféle italokhoz. Prahlād Mahārāja neve nagyon fontos ebben az összefüggésben. Prahlād Mahārāja a démonok családjában született, Hiranyakasipu fiaként, ezért az ő kegyéből fogyaszthatták és fogyaszthatják még most is a démonok italukat bor és sör formájában. Az ájá, vas szó szintén nagyon fontos. Még a nektári somát aranyserlegbe öntötték, a borokat és söröket vasedényben tartották. A sör és a bor alantosabb, ezért vasedényben tartják, ám a szoma rasza felsőbbrendű, így aranyserlegbe tették. 17. vers. A Gandharva-loka és Apsaraloka lakói Visva Vásut változtatták borjúvá, és egy lótuszvirág edénybe fejtek tejet. A tej a kellemes zene művészete és a szépség alakját öltötte fel. 18. vers. A Pitṛ-loka szerencsés lakói, akik a temetési szertartások fölött uralkodnak, Aryamát változtatták borjúvá. Nagy hittel kaviát, ősatyáknak felajánlott ételt fejtek egy égetetlen agyagedénybe. Magyarázat. A Bhagavad Gita 9.25 kijelenti. Pitrin Janti Pitri Vrata. Akiket a család jóléte érdekel, azokat Pitri Vratának nevezik. Van egy Pitṛ-loka nevű bolygó, melynek uralkodó istensége Aryamā. Egyféle félistenő, akit elégedetté téve az ember segíthet szellemtestben élő rokonainak, hogy durva testet kapjanak. Akik nagyon bűnösek és nagyon kötődnek a családjukhoz, házukhoz, falujukhoz vagy országukhoz, azok nem anyagi elemekből álló durva testet kapnak, hanem egy finom fizikai testben maradnak, amely elméből, egóból és intelligenciából áll. Akik ilyen finom testben élnek, azokat szellemeknek nevezik. Ez a szellemlét rendkívüli szenvedéssel jár, mert a szellemeknek van intelligenciája, elméje és egója, és élvezni akarja az anyagi életet, de mivel nem rendelkezik durva anyagi testtel, örökké csak bajt okoz, mert nem képes anyagi elégedettségre szert tenni. A rokonoknak, különösen a fiúknak kötelessége, hogy felajánlásokat végezzen Aryamā félistennek, vagy az Úr Viṣṇunak. Indiában időtlen idők óta az a szokás, hogy a halottak fiai Gajába mennek, s egy ottani Viṣṇu templomban felajánlást végeznek a szellemtestben élő apa javára. Természetesen nem mindenkinek az apjából lesz szellem, mégis pindár felajánlásokat helyeznek az Úr Viṣṇu lótuszlábaihoz, hogyha a családban valaki véletlenül szellemé válik, durva testet kaphasson. Aki azonban az Úr Viṣṇu praszádáját eszi, nem válhat szellemé, vagy az embernél alacsonyabb rendű lényé. A védikus civilizációban van egy srátha nevű szertartás, amelynek során az ember hittel és odaadással ételt ajánl fel. Ha valaki hittel és odaadással felajánl valamit, akár az Úr Viṣṇu lótuszlábának, akár Aryamának, aki őt képviseli a Pitṛ-lokán, ősei anyagi testet kapnak, hogy élvezhessék azokat az anyagi örömöket, ami nekik jár, azaz nem kell szellemekké válniuk. 19. vers. Ezek után Siddhaloka és Vidyadhara-loka lakói Kapilát, a nagy bölcset változtatták borjúvá, és az egész eget egy edényé varázsolva misztikus jóga képességeket fejtek, amelyek az animával kezdődnek. Vidyadhara-loka lakói szertettek arra a tudományra is, hogy az égen repüljenek. Magyarázat. A Siddhaloka és Vidyadhara-loka lakói misztikus jóga képességekkel rendelkeznek, és így nem csak arra képesek, hogy jármű nélkül repüljenek a világűrben, de puszta akaraterejükkel egyik bolygóról a másikra is repülhetnek. Ahogy a hal úszik a vízben, úgy úsznak Vidyadhara-loka lakói a levegő óceánjában. Siddhaloka lakói valamennyi misztikus képességgel rendelkeznek. Ezen a bolygón a jógik a 8 fokú misztikus jogát gyakorolják, a jamát, a niyamát, ászanát, pránajámát, pratyadhárát, dáranát, dhyánát és a szamádit. A jógik a jóga fokozatos folyamatának rendszeres gyakorlásával különféle képességekre tesznek szert. Kisebbé tudnak válni a legkisebbnél, nehezebbé a legnehezebbnél, és így tovább. Még bolygót is teremthetnek, sőt megkaphatnak mindent, amit akarnak, és bárkit az irányításuk alá vonhatnak. Siddhaloka lakói ezekkel a misztikus jóga képességekkel születnek. A mi bolygónkon kétségtelenül nagyon meglepő, ha valakit jármű nélkül látunk repülni a levegőben, ám Vidyadhara-lokán ez éppen olyan megszokott látvány, mint itt az, hogy a madarak szállnak a fejünk fölött. Siddhaloka lakói szintén mind nagy jógik, akik tökéletes, misztikus képességekkel rendelkeznek. Kapila Muni nevének jelentősége van ebben a versben, mert ő magyarázta el a Sankhya filozófia rendszert, s apja Kardama Muni is kiváló jogi és misztikus volt. Kardama Muni olyan hatalmas repülőgépet teremtett, mint egy kisebb város, kertekkel, palotákkal, szolgákkal és szolgálólányokkal. Ezzel járta be az univerzumot, s látogatott el a különféle bolygókra Kapila Dév anyja, Dévahuti és apja Kardama Muni. 20. vers. Mások a Kimpurusa-lokának nevezett bolygó lakói Mája démont változtatták borjúvá, és olyan misztikus erőt fejtek, amely képessé teszi az embert arra, hogy egy pillanat alatt eltűnjön szem elől, majd újra megjelenjen egy másik formában. Magyarázat. Azt mondják, hogy Kimpurusa-loka lakói számtalan misztikus csodára képesek. Minden képzeletet felülmúl, annyi csodálatos tettet végre tudnak hajtani. A bolygó népe bármit meg tud tenni, amit csak akar vagy elképzel. Az efféle képesség szintén misztikus erős, aki rendelkezik ezzel a hatalommal, azt Isitának nevezik. A démonok általában a jóga gyakorlásával tesznek szert ezekre a képességekre. A Srimad Bhagavatam Dasama skandájában, 10. énekében szemléletes leírást találhatunk arról, hogyan jelennek meg a démonok a legkülönfélébb csodálatos formákban Kṛṣṇa előtt. Bakászula például hatalmas daruként állt Kṛṣṇa és a tehénpásztor barátai elé. Amikor az Úr Kṛṣṇa jelen volt ezen a bolygón, számos olyan démonnal kellett megküzdenie, akik rendelkeztek a Kimpurusa-lokán jellemző csodálatos misztikus képességekkel. A Kimpurusa-lokán élők ilyen képességekkel születnek, de az emberi szertelte hatalomra ezen a bolygón a különféle jóga gyakorlatok végzésével. 21. vers. A jaksák, a ráksaszák, a szellemek és boszorkányok, akik húst esznek, az Úr Śiva Rudra inkarnációját, Butanathát változtatták borjúvá. Vérből készült italokat fejtek, és valamennyit egy koponyából készült edénybe öntötték. Magyarázat. Vannak bizonyos fajta élőlények, akik emberformájúak ugyan, de életmódjuk és táplálékuk rendkívül visszataszító. Általában húst tesznek, és erjesztett vért isznak, amit ez a vers Kṣatajaszavamannak nevez. Még egyszer. Kṣatajaszavamannak nevez. E mélyre süllyedt emberek, a jaksák, a ráksaszák, a búták, a pisácsák vezérei valamennyien a tudatlanság köterébe tartoznak, s Rudra irányítása alatt állnak. Rudra az Úr Śiva inkarnációja, aki az anyagi természet tudatlanság kötő erejéért felelős. Az Úr Śiva másik neve Butanátha, ami azt jelenti a szellemek ura. Rudra Brahmá szemei közül született, amikor egyszer Brahmán nagyon dühös volt a 4 kumárára. 22. vers. Ezek után a kobrák és a csukja nélküli kígyók, az óriás kígyók, a skorpiók és a többi mérgező állat saját tejükként mérget fejtek a Föld bolygóból, és ezt a mérget kígyó lyukakban tartották. Ők taksakát változtatták borjúvá. Magyarázat. Az anyagi világban számtalanféle élőlény él, és a versben említett hüllők és skorpiók fennmaradásáról szintén az Istenség legfelsőbb személyisége gondoskodik. A táplálékát tehát mindenki a földbolygótól kapja. Egy élőlény jellemzői annak megfelelően alakulnak ki, hogy melyik anyagi kötőerővel áll kapcsolatban. Pályach, panam, buján, ganam. Ha valaki tejjel eteti a kígyót, a kígyónak csak szaporodik a mérge. Ha valaki azonban egy tehetséges bölcsnek vagy szentnek ad tejet, A bölcsnek finomabb agyszövetei fejlődnek ki, amelyek segítségével a magasabb rendű lelki életen tud meditálni. Az Úr lát el mindenkit élelemmel, ám az élőlény az szerint fejleszt ki egy bizonyos fajta jellemet, hogy az anyagi természet melyik kötőerejével társul. 23. és 24. vers. A tehenek és a többi négylábú állat az Úr Sívát szállító bikát változtatták borjúvá, és az erdőből csináltak sajttárt. Friss zöld füvet kaphattak így táplálékul. A vadon állatai, köztük a tigrisek, az oroszlánt tették borjúvá, és így húst kaptak tejként. A madarak garudából csináltak borjat, s mozgó rovarok, mozdulatlan növények és füvek formájában kaptak tejet a földbolygótól. Magyarázat. A sok ragadozó madár mind Garudának, az Úr Viṣṇu szárnyas hordozójának a leszármazottja. Van egy olyan madár, amelyiknek kedvenc eledele a majom. A sasok kedvelik a kecskehúst, de természetesen sok madár eszik csak gyümölcsöket és bogyókat. A vers ezért említi a csárám és ácsárám szavakat, amelyek a mozgóállatokra, illetve a különféle növényekre, gyümölcsökre és zöldségekre utalnak. 25. vers. A fák banyanfát tették meg borjúvá, és így ízletes nedvek formájában kaptak tejet. A hegyek a Himalájából csináltak borjat, és különféle ásványokat fejtek a hegyek csúcsából készült sajttárukba. 26. vers. A földbolygó mindenkit ellátott saját eledelével, s Prithu király idejében teljesen az uralkodó irányítása alatt állt. Lakói mind megkapták élelmüket, amikor létrehozták a különféle borjakat, és saját tejüket saját sajtáraikba öntötték. Magyarázat. Mindez azt bizonyítja, hogy az Úr mindenkit ellát táplálékkal. A védák megerősítik. Eko bahunam yo vidathati kaman. Noha az Úr egy. Ő adja meg mindenkinek mindazt, amire szüksége van, a földbolygón, mint közvetítőn keresztül. A különféle bolygókon más és más élőlények élnek, és mindannyian más formában kapják táplálékukat. E leírások alapján hogyan feltételezhetné valaki, hogy a Holdon nincsenek élőlények? Minden Hold földi bolygó, mert az 5 elemből áll, s minden bolygó más és más táplálék található az ott élők szükségletei szerint. A védikus sásztrák szerint nem igaz, hogy a Holdon nem terem élelem, vagy hogy ott nem élnek élőlények. 27. vers. Kedves Vidurám, Kuruk vezére! Prithu király és mindazok, akik táplálékon élnek, megteremtették a különféle borjakat, és a tehenet megfejve megkapták saját táplálékukat, amelyeket a tej jelképezett. 28. vers. Prithu király nagyon elégedett volt a földbolygóval, amiért minden élőlénynek megfelelő táplálékot adott. Szeretet ébredt benne iránta, mintha a saját leánya lenne. 29. vers. Ezek után a király Prithu Mahārāja íjának erejével szétzúzta a hegyeket, s elsimított minden kiemelkedést a föld felszínén. Kegyéből a földgolyó felszíne szinte teljesen síksággá alakult. Magyarázat. A föld hegyes és dombos területeiből többnyire a villámcsapás varázsol síkságot. Ez általában a mennyei bolygók királyának, Indrának a dolga, de Prithu király, az istenség legfelsőbb személyiségének inkarnációja nem várta meg, hogy Indra zúzza szét a hegyeket és a dombokat. Ő maga tette meg erős íja segítségével. 30. vers. Prithu király az országban mindenkivel úgy bánt, mintha apja lenne. Mindenki láthatta, hogy gondoskodik róluk, s megfelelő elfoglaltságot biztosít számukra a létfenntartáshoz. Miután elsimította a föld felszínét, kívánságuk szerint területeket jelölt ki rajta, ahol élhettek. 31. vers. A király falvakat, tanyákat és városokat alapított. Erődöket épített, hajlékokat a tehénpásztorok számára, istállókat az állatoknak, valamint helyet teremtett a királyi táboroknak, bányáknak, mezőgazdasági városoknak és hegyi településeknek is. 32. vers. Prithu király uralkodása előtt nem tervezték meg a városokat, falvak, legelők és más települések elrendezését. Minden szétszórva helyezkedett el, s mindenki saját kénye kedvére épített hajlékot magának. Prithu király idejétől fogva azonban már tervek alapján alapítanak városokat és falvakat. Magyarázat. Ebből a kijelentésből kiderül, hogy a várostervezés nem egy új keletű dolog. Prithu király idejéből származik. Indiában minden ősi városban szabályos tervezést figyelhetünk meg. A A Srimad Bhagavatamban számos leírást találhatunk ezekről a régi városokról. Már 5000 évvel ezelőtt is léteztek jól megtervezett városok. Az Úr Kṛṣṇa fővárosa, Dváraká, valamint Mathura és Hastinapur, a mai Új Delhi, sok más várossal együtt. A városok megtervezése nem modern korunk vívmánya, már korszakokkal ezelőtt is létezett. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam 4. énekének 18. fejezetéhez, melynek címe Prithu Mahārāja megfeji a földbolygót. Következő alkalommal a 19. fejezettel folytatjuk, Prithu király 100 lóáldozata. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupád Ki Jai, Jainitai Góra Prémanandéi Hari Hari Bol. Lemerült a telefonom, Góra Bhakta Vrinda Ki Jai. Köszönöm, hogy meghallgattál. Hare Kṛṣṇa.